Az hogy nem, még egy darab. A nyílt nap helyszínén is sokan iratkoztak fel a programokra a Pécsi Koch Valéria Gimnázium kollégiumában. Idén is sok szeretettel várták az érdeklődő általános iskolás diákokat és szüleiket. Egy rövid ismertető után a gyerekek a tanórákra is beülhettek. Az idén felvételizőknek az iskola tart egy felvételi előkészítő kurzust is, emellett azok a diákok, akik gyengébbek németből, jelentkezhetnek egy nyelvi előkészítő osztályba, ahol egy év alatt felzárkóztatják őket. Iskolánk profilja a német nemzetiségi két tannyelvű oktatás. Várjuk mindazokat a diákokat szeretettel Pécsvárosából, a nemzetiségi iskolákból, illetve Baranya, Tolna megye nemzetiségi iskoláiból, akik a középfokú oktatásban, nemzetiségi középfokú oktatásban szeretnének részt venni. Remélem, hogy szép számmal lesznek érdeklődők, és be tudjuk mutatni iskolánkat, mindazt az ajánlatot, ami nem csak a német nyelv és kultúra ápolását és a német nyelv magas szintű oktatását jelenti, hanem minden mást, amit az intézményünk nyújtani tud. Aki szeretne németül tanulni, annak mindenképpen érdemes a Koch Valéria gimnáziumát is megnézni, hiszen az iskola egyik legfontosabb célja, hogy a diákjai magabiztosan és választékosan tudják használni a német nyelvet. Szekszárdról jöttem a DNS Valéria általános iskolából, még nagyon nincsenek terveim, de ez az iskola nagyon tetszett, és szerintem tele van lehetőségekkel, szóval nagyon szeretnék idejönni. Nagyon tetszik. Első pillanatban, amikor megláttam, mondom, én nagyon szeretnék idejönni, tele van lehetőségekkel, és minden, amit elmondtak róla, az nagyon jól hangzik, és tényleg nagyon szimpatikus volt minden. Szeretnék minél magasabb szintre kerülni németből, szeretem a nyelveket, szóval szeretnék németből is jó szintre kerülni. A nyílt napon reggeltől egészen estig várták különböző bemutatók, beszélgetések és játékok az érdeklődőket, sőt, az igazán vállalkozó szelleműek a kollégiumba is eltölthettek egy estét a színes programok után.